Új sportcsarnok, illetve tanúszoda épül Kapuváron. A sajtótájékoztatón Gyupár Zsolpár országgyűlési képviselő elmondta, számos fejlesztés történt a Rába közben. Idén megépítik a kapuvári tanúszodát, és ezzel együtt elindul a volt húsgyár helyén a sportcsarnok építése. Szerencsés az a város, amelyik nem önkormányzati ciklusokban, tehát néhány évben, 4-5 évben gondolkodik, hanem hosszú távon gondolkodik. És Kapuvár városvezetője, Hámori György polgármester és az ő önkormányzati képviselőtestülete, a kapuvári képviselőtestület és az ő hivatali munkatársaik azok ilyenek, akik bizony nem néhány évben gondolkodnak előre, hanem lényegében generációkon túl gondolkodnak. Hiszen szerencsére nem ez az első olyan eset, hogy az elmúlt években különösen nem, hogy valamilyen szabadidős vagy sportcélú beruházást jelenthetünk be polgármester úrral, vagy éppen avathatunk, hiszen avattunk is már többet. És ezt azért mondom, mert ezek a beruházások nem pusztán településképi szempontból fontosak például, hanem leginkább azért, számomra legalábbis leginkább azért, és ezt minden sportszerű beruházásnál érdemes hangsúlyozni, hiszen ma már gyakran a sport az szitok szó Magyarországon, mert hogy minden olyan beruházás, ilyen sportszerű beruházás, amelynek az eredményénél megjelennek a gyerekek, az azt erősíti, azt segíti elő, hogy majd azok a gyerekek, akik majd elkezdenek sportolni, vagy folytatnak valamilyen sporttevékenységet, azok nagyon jó eséllyel, amikor felnőttek lesznek, és ezt nem én mondom, hanem ez bebizonyosodott tény, amikor felnőttek lesznek, akkor bizony nagyobb eséllyel fognak felnőtt korukban is sportolni, és ezzel hozzájárulva ahhoz, hogy az egészséges életmód szerint éljék a teljes életüket a gyermekkoruktól kezdve. És hogy amire utaltam, hogy nem, szerencsére nem először van alkalmunk ilyen szabadidős sportcélú beruházást bejelenteni. Csak emlékeztetni szeretném a sajtó munkatársait, hogy Kapuváron az elmúlt években műfüves futballpálya épült, megújult a régi tornacsarnok, nagyon komoly összeget fordított a város arra, hogy a játszótereit korszerűsítse, felújítsa. Megépült egy sportpark, amit mi felnőtt játszótérnek hívunk, de nyilván gyermekek, felnőttek egyaránt használják, egy kültéri sportpark épült, illetve az idei évben meg fog épülni a kapuvári tanúszoda, és ezzel együtt elindul a kapuvári sportcsarnoknak az építése is, ami a mai sajtótájékoztatónak a legfontosabb témája. A másik, amit ezzel kapcsolatban mondani szeretnék, hogy szerencsére több településvezető hasonlóan gondolkodik Hámori György polgármester úrhoz, és ennek köszönhetően az elmúlt években nem csak Kapuváron, hanem szerte a mi térségünkben ilyen hasonló beruházásokat sikerült elindítanunk, uram bocsánat, be is fejeznünk. Csak példálozva szeretném jelezni, hogy műfüves pályákat építettünk Beleden, Csornán, Dénesfán, Bősárkányban, Vitnyéden. Sportparkok, Kapuvárihoz hasonló sportparkok épülnek Csornán, Ikrényben, Ivánban és Rábapordányban. Minden járásközpontban épült tanúszoda, tehát a Kapuváron kívül Csornán és Téten is épült tanúszoda, és szeretnénk a járásközpontokon túl, tehát Kapuvár mellett Csornán és Téten, és ezen emellett még Enesén is egy sportcsarnokot építeni, ott a polgármester úr és az enesélyek régi vágya, hogy egy sportcsarnokot tudjanak építeni. No, ennek jegyében szívből gratulálok a minden szereplőnek, aki ennek a sportcsarnoknak a beruházásnak az elindításában segítkezett. Szívből gratulál a polgármester úrnak, meg a munkatársainak, az önkormányzat képviselőinek, és kívánom, hogy gyerek zsivajjal teljen meg ez a csarnok, és minél több kapuvári és kapuvár környéki gyerek használja jó egészséggel ezt a sportcsarnokot. Füzi András, a Magyar Kosárlabda Szövetség elnökségi tagja elmondta, 300 fős mobil lelátót építenek, illetve 3 standard méretű kosárlabda pályát használhatnak a sportolók. 300 néző fog tudni elférni egy időben ülőhelyen, de sportrendezvény esetén, hogyha más rendezvényt, kulturális vagy egyéb más rendezvény kerül megrendezésre, akkor pedig akár 600 fő is el fog tudni férni. 3 standard kosárlabda méretű pálya lesz keresztbe, tehát 30 méter x 16 méter hosszúságban lesz 3
edzőpálya, és a hosszanti pálya az gyakorlatilag 50 méter hosszúságú lesz, és 25 méter széles, tehát egy sokkal magasabb, vagy nagyobb alapterület lesz, mint a kézilabdához is szükséges, hiszen az 40 méter x 20 méter lenne az előírás, de pont a mobillelátók telepítése, illetve a megfelelő kifutók, illetve hogy a multifunkcionális jelleggel, ha színpadot vagy egyéb más berendezési tárgyat kell helyezni, akkor azok is nyugodtan el tudjanak férni, így lett kialakítva. A projektnek a fő összege 750 millió forint, és ennek az egyharmadát bruttó összegről beszélünk. Ennek az egyharmadát a város saját költségvetéséből biztosítja, és a kétharmadát kell nekünk társasági adófelajánlásból. Ennek a gyűjtése már folyamatban van. Azt kell tudnunk, hogy az építési engedély jogerős, a kiviteli tervek egy körülbelül másfél hónapon belül fognak elkészülni, és a minisztérium, illetve a szövetség által jogerős határozat van erre a pályázatra, tehát gyakorlatilag terveink szerint jövő évben megindulnak majd a építési munkálatok. Én úgy érzem, hogy ez szükséges ahhoz, hogy a fiatalok tényleg sportosan tudjanak élni, és a sportos életmódnak egy másik két fontos tanítása van. Egy a mentális képességek javítása, tehát a sportpályán nem tudja apuka, anyuka megoldani a gyermek helyett a feladatokat, neki kell bedobni azt a kosarat, neki kell kivédekezni azt a támadást, illetve a másik nagyon fontos az élettani hatások, tehát az érrendszeri betegségektől kezdve nagyon sok olyan szövődményes betegséget egy jó ellenálló, egy jól edzett test, és hát természetesen a szellemi teljesítményt fokozva sokkal könnyebben tudja megoldani a későbbi életben, és ezáltal a magyar emberek élettartama is hosszabbítható. Úgyhogy én azt hiszem, hogy megpróbálunk ezzel mintát tenni. Ez csak egy eszköz, egy ilyen sportcsarnok beruházás. Fontosabb, amivel kezdtem, hogy az a módszertan és az a gyakorlat, hogy itt egy új sportág megtelepüljön, és a városba a lányoknak elsősorban legyen választási lehetőségük, ez most elindult, és évről évre szeretnénk fokozatosan elépni, mind szakmai, mind tárgyi segítséget megadva az itteni oktatásnak. Köszönöm szépen. Hámügyi polgármester örömét fejezte ki, hogy még ebben az évben megépítik a kapuvári tanúszodát, és jövőre megindulhat a sportcsarnok építése. Nagy eséllyel úgy néz ki, hogy még az idejében meg fog épülni ez az úszoda. Erre az optimizmusra pedig az ad okot, hogy hadd mondjam el, hogy 2018. február 7-én az építési engedély jogerőre emelkedett. Természetesen párhuzamosan készült vele a kivitelezési terv, amely szintén 2018. február 7-én el is készült. Úgyhogy most gőzerővel a kivitelező kiválasztása folyik, ugye ezt egy közbeszerzési eljárás alapján végzik, és én szerintem ennek a lezárta után meg is kezdődik a sportuszoda kivitelezése. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen jó hír Kapuvár és térségében lakó elsősorban diákoknak. Valóban egy nagyon fontos állomáshoz értünk a mai napon, és nagyon örülök, hogy eljutottunk idáig, hiszen egy nagyon komoly munka előzte meg, és ugye pont a sajtó jelenlévő tagjai mondhatják el azt, hogy nekem mindig azt mondták, hogy igen nagy titkolózásba burkolozzol, és ugye azt az én mondásomat, hogy most már mindenki nagyon jól tudja, hogy először toljuk meg a tojást, aztán kotkodáljunk, tehát addig ne beszéljünk ezekről a dolgokról, de azt elmondhatom itt most a sajtó nyilvánossága előtt, hogy a város lakói nevében nagyon köszönöm képviselő úrnak és Andrásnak azt a munkát, ami én azt gondolom, hogy a kapuváriak egy régi álmát valósíthatja meg. Nem kis felmunka volt, hadd mondjam mind a kettőjüknek, hogy nagyon ennyire közeli távlatban még soha nem kerültünk ahhoz, hogy Kapuváron valóban sportcsarnok jöhessen létre. András pár gondolatot mondott erről, hogy a megalapozó előkészületek megtörténtek, hiszen a városban valóban úgy, ahogyan képviselő is mondta, nem csak infrastruktúrálisan, hanem nagyon sok fajtája folyik a sportéletnek. Elég csak ugye a karatésokról, kézilabdásokról, vagy most a focisokról ne beszéljek, mert azok most nem éppen jó eredményeket hoznak, de a többiek azt hiszem ezt mindenképpen kárpótolják bennünk. De hát beszélhetnék itt a lövészetekről, a horgászokról, akik nem csak európai szintű, hanem most már világszínvonalú eredményekkel is büszkélkedhetnek. És bizony a diákok közül engem is nagyon-nagyon sokan megkerestek, hogy na de hát a kosárlabda, az még valahogyan hiányzik. És ugye mindig azt mondom, hogy a véletlenek azok nem biztos, hogy véletlenek, teljesen ezzel a megkeresésekkel egy időben toppant be hozzám András, és ajánlotta fel azt a lehetőséget, hogy
mindig csak Belkapuváron is a kosárlabdát, elsősorban utánpótlás szinten, általános iskolákban. Nyilvánvalóan mi az igazgató úrral egyetemben, iskola igazgató úrral egyetemben kaptunk is a lehetőséget, és természetesen mindenkel is indult a gondolkodás a továbbiakban, hiszen azt mindenki tudja, hogy a jelenleg ugye sportcsarnokként emlegetett kapuvári helyiség az egy normál kézilabda pályának sem felel meg. Tehát egyértelmű, azt hiszem evidens volt a tovább gondolkodás, igen, de hogyha majd szépen megy, fejlődik ez a sport tovább, akkor hol fogjuk ezt tovább vinni, és akkor jött ez a lehetőség, hogy igenis dolgozzuk egy multifunkciós sportcsarnoknak a lehetőséget, amely természetesen elsősorban ugye a kosárlabdára hajaz, de úgy lesz kialakítva, hogy minden sportág, ami jelen pillanatban a városban van, az űzhető legyen ebbe a sportcsarnokba, sőt, és itt most már a fenntarthatóságra gondolva rendezvények helyszínéül is szolgálhasson ez a sportcsarnok. Miért a terület, ahova mi terveztük? Ugye és ez volt a sajtó és a városlakók részéről is a legtöbb kérdés az elmúlt időszakban, hogy hát de mi lesz a Gusgyár területén. Először is addig semmiféle olyan gond, természetesen legfontosabb dolog volt, hogy sikerült, és ezt megint mondom, és nagyon köszönöm képviselő úrnak a segítségét abban, hogy a város egyáltalán meg tudta szerezni ezt a területet. Hiszen az egy nagy katasztrófa lett volna, én azt gondolom, hogyha akár ingatlan spekulánsok, vagy akár más ilyen jellegű körök kezébe kerül ez a terület. Tehát adott volt ugye a Húsgyár területe. Most természetesen én is olvasom, és tudom a városlakóknak a véleményét, különösen azok, akik ugye a Húsgyárba dolgoztak, vagy családjuk a Húsgyárba dolgozott, hiszen azt valljuk be őszintén, hogy nagyon-nagyon sok ember érzelmi szállal kötődik még mindig a Húsgyárhoz. És pláne, aki az életét ledolgozta a Húsgyárba, az bizony ma eléggé szomorú szívvel látja azt, hogy ma bontási munkálatok folynak ezen a területen. De higgyék el nekem, hogy nagyon-nagyon komoly munka előzte meg ezt a döntést. Mérnökök, tervezők, gazdasági szakemberek bevonásával végeztünk egy felmérést, hogy mit lehetne megvalósítani, illetve mire alkalmas a úgynevezett Húsgyárnak a területe, és sajnos mindenhol az a dolog jött ki, hogy a jelenlegi épület együttes az gyakorlatilag más funkcióra teljesen alkalmatlan, üzem indítására pedig egyszerűen már hiába mondjuk, hogy ugye abban az időben, mikor épült legutolsó technológiával, akkor még korszerű volt, de ma szinte fenntarthatatlan lenne energetikai szempontból is, alapanyag szempontból is, és most már azt mondhatjuk, hogy munkaerő szempontjából is. Tehát így jutottunk el arra a döntésre, hogy akkor igenis a területen, és azt sem egy utolsó szempont, hogy ma egy iparüzemet, egy város központba üzemeltetni, azért az egy elég érdekes dolog lenne. Így jutottunk el arra a döntésre, hogy akkor igenis próbáljuk ennek a területnek a más funkcióit megtalálni, és akkor így találkoztunk képviselő úrral, Andrással, tehát valahogy így a csillagok együttállás, hogy pont jól befordult, és kezdtük meg a terveket készíteni ennek a multifunkciós tornacsarnoknak az elkészítésére, amely gondolom mindegyik sajtóban majd fényképekkel is lesz illusztrálva. Régi vágya a kapuváriaknak ez már, különösen a sportoló kapuváriaknak, hiszen mindenki tudja, hogy a jelenlegi kistermet, sportcsarnoknak nevezett termet, azt már réges-régen kinőttük. Természetesen a sportcsarnok a Húsgyár területének egy töredékét fogja elfoglalni. Joggal fölmerülhet a kérdés, hogy akkor mi lesz a többi területen. Hadd mondjam tovább, hogy készen vannak a terveink, pályázatunk van ennek a területnek a hasznosítására beadva. Amíg a pályázati döntést készhez nem kapjuk, addig ismételten hadd mondjam azt, hogy toljuk meg a tojást, aztán kotkodáljunk. De nagyon bízom benne, hogy rövidesen képviselő úrral megint így a sajtó nyilvánossága előtt ülünk, és be tudunk számolni arról, hogy mi fog történni. Annyit elárulhatok, hogy a Húsgyár ugye két területre bomlik. Egyrészt a nagy terület, ahol a sportcsarnok is megvalósul, és még valami, illetve van a víztorony mögötti ugye másfél hektáros terület. Tehát itt biztatok mindenkit, hogy aki építkezésben gondolkodik, akkor egy kicsit várjon még, hiszen itt sorházas építkezésre, kilakítására alkalmas területek lesznek, és
mehet az építkezés tovább. Itt egyben a jelenben sem beülöm már, hogy a Felsőmező utcai telkek mind elkeltek. Tehát van érdeklődés a telkek iránt a városban. Visszatérve a sportcsarnokra, fontos lépés, de arra kérek mindenkit, hogy ne állítsanak meg bennünket, hogy akkor most már mikor épülnek a falak, hiszen a reális kivitelezés kezdete az 2019 eleje lesz. Hiszen úgy, ahogy András is mondta, még folyik a bontási eljárás, ugye itt rekultiválni kell elsősorban a területet, és ma a minisztériumi döntés az arról szól, hogy mi megkezdhetjük a sportcsarnok kivitelezésének az előkészületeit. Ugye itt még egy nagyon komoly munka fog folyni. TAO támogatásból fog ez a sportcsarnok elkészülni. Hadd jelentsem örömmel, hogy Kapuvára város önkormányzata az önrészt a KFT rendelkezésére bocsátotta, tehát ez már ott van, ez nem lehet akadálya a kivitelezésnek, viszont szeretnénk kéréssel fordulni a kapuvári vállalkozásokhoz, hogy a 19-es vagy a 18-as évben a TAO felajánlási lehetőségeikkel támogassanak bennünket, ezzel egyrészt egy kicsit demonstrálva, hogy a városnak mennyire fontos ez a csarnok, meg nagyon jól tudja mindenki, hogy én nekem veszőparipám az, hogy az a legszebb dolog, amit valaha, valamikor összefogással csinálunk. Tehát az igazán a mi értékünk, ha abba minél többen a városban élők kivesszük a részünket, most a vállalkozók így tudnak bennünket segíteni. Nyilvánvalóan a részletes információkkal keresni is fogjuk őket, de a titkárságon érdeklődni is lehet ezek után. A kapuvári tanúszodát a kerékpáros centrummal szemben található Volt Kressz Parkban építik meg. Feltétel volt, hogy busszal jól megközelíthető legyen, hiszen a járási gyerekek is igénybe veszik az úszómedencét. Alapban a terület adta magát, hiszen ott van meg kompletten az az infrastruktúra, amely kiépítése elodázta volna a úszodának a tervezését is, és nem beszélve arról, hogy a kivitelezési munkálatait. Én azt gondolom, hogy feltétel volt, ugye, hogy busszal jól megközelíthető legyen, hiszen nem csak a kapuvári gyerekek, hanem a járási gyerekek is fognak oda járni, illetve ott kezd kialakulni, reményeink szerint majd egy olyan komplexum odaillik bele, ami jelen pillanatban az úszósportoknak a művelését tenni lehetővé. A testület ülés döntéseiről Hámri György beszélt. Kapuvár polgármester elmondta, több közbeszerzést indítanak el. Közel 500 millió forint értékű fejlesztés történik a városban. Meghallgathattuk a rendőrkapitányságunk beszámolóját, és azt gondolom, hogy várakozáson felüli jó eredményeket értek el ismétlen a kapuvári rendőrök, és ami a munkájuk értékét nagyon, én azt gondolom, még megemeli, hogy eközben az állomány egy része rendszeresen szolgálatot teljesített ugye a déli határvédelem területén. Ez még jobban már emeli a helyben szolgálatot tevőknek a teljesítmény értékét. Nagyon örültem, hogy megtisztelt jelenlétével bennünket Csizmadia Gábor, dandártábornok úr, ugye megyei rendőrfőkapitány, és ő is csak elismerően szavakkal tudott szólni a kapitányságunk munkájáról. Úgyhogy én nekem itt egy tisztem marad, hogy ezúton is megköszönjem a rendőreinknek a munkáját. Mindazoknak, akik a határszélen teljesítettek szolgálatot, mindazoknak pedig itt a városban. Én azt gondolom, hogy a kapuvári emberek továbbra is biztonságban érezhetik magukat a rendőreinknek a munkája által. Még ha néha egy kicsit olyan zaklatásnak is vesszük föl, hogyha intézkednek velünk szembe, de én azt nagyon kérem, ezt mindenki úgy bocsássa meg nekik, hiszen valahol az érdekünkben teszik. A beszámolók sorában én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos beszámoló hangzott el a mai napon. Részleteiben nem is szeretnék nagyon belemenni, hiszen a testületi ülést megelőzően egy sajtótájékoztató hangzott el a témával kapcsolatosan, hiszen Kapuvár egy nagyon fontos mérföldkőhöz érkezett, mégpedig egy régi álomnak a megvalósítása válhat valóra, vagy a következő évben, vagy a következő években, és majd mindjárt mondom, hogy ez miért kérdés ilyen szempontból. Zöld utat kaptunk minisztériumi szinten is a városi sportcsarnoknak a létrehozására. Miért mérföldkő? Mert nagyon hosszú munka
tartott odáig, hogy idáig eljuthattunk. Ugye azt kell tudni, hogy ezek a csarnokok TAO támogatásból fognak megvalósulni. Kapuvár város önkormányzata már biztosította ennek a megfelelő részét. A folyta pályázat előkészítése, a tervek elkészítése, és valóban, ha most úgy jellemezhetném a helyzetet, akkor megkaptuk a, ugyan szokták ezt mondani sportnyelven, megkaptuk a rajtszámot, hogy indulhatunk. Nyilvánvalóan ezzel szeretném kifejezni azt is, hogy nagyon komoly munka van még előttünk. Tehát nagyon szeretném fölhívni a lakosságnak a figyelmét, hogy nagyon komoly munka áll még előttünk, addig, hogy a húsgyárnak a helyén, legalábbis annak egy részének a helyén ez a sportcsarnok ott állhasson. Nyilvánvalóan most a legfontosabb feladatunk az, hogy a terület rekultivációja befejeződjön, hiszen addig gyakorlatilag semmit nem tudunk csinálni. Párhuzamosan készülnek a kiviteli tervek, és utána megindul a TAO pénzeknek a feltöltése, amiből majd aztán, ami forrás biztosít arra, hogy a mi sportcsarnokunk is ebből elkészülhessen. Ezért is megismétlem azt a kérésemet, amelyet a sajtótájékoztatón is, a testületén ülésen elmondtam, hogy kéréssel fordulok a helyi vállalkozókhoz, hogy TAO felajánlásaikkal támogassák a mi sportcsarnokunknak a létrejöttét, ezzel is egy kicsit demonstrálva, hogy fontos a városnak ennek az objektumnak a létrehozatala, hiszen azt gondolom mindenki érzékeli, hogy a jelenlegi sportcsarnokot már nagyon-nagyon régen kinőttük. Hadd mondjam, hogy a tervezéskor nagyon figyeltünk arra, hogy minden sportág teret kaphasson ebbe a csarnokba. Tehát attól függetlenül, hogy mi ezt a kosárlabda szövetségnek a támogatásával fogjuk megvalósítani, egy szabályos kézilabdapálya is fog teret kapni benn. Azon kívül egy 300 férőhelyes lelátórendszer is lesz a csarnokba, pontosan a térnövelés szempontjából, tehát azért, hogy egyéb rendezvények is helyet kaphassanak itt, tehát kulturális rendezvényekre, zenei rendezvényekre gondolok elsősorban. Hozzáteszem, maga a sportcsarnok épülete egy komplexumba fog elhelyezkedni. Erről nyilvánvalóan egy későbbi sajtótájékoztatónk fogunk majd tájékoztatást adni. Tehát megkaptuk a zöldjelzést, megkaptuk a rajtszámot, nagyon komoly munka folytatódik, de én azt gondolom, hogy ezzel is nagyon előbbre vagyunk, és ezért is történt most a jelenlegi testületi ülésen ennek gyakorlatilag a bejelentése, hiszen eddig azért a városban sejtették, hogy milyen munkát végzünk, de azért olyan, mondjuk meg őszintén, idézőjelben nagy titkolózásban voltunk, hiszen addig, amíg ezt a, most ismételtem, hangsúlyozom, hogy zöldjelzést meg nem kaptuk, addig ez teljesen bizonytalan, hogy egyáltalán neki állhatunk-e ennek az objektumnak. Jó Szív temetkezési Kft. Beszámolóját hallgathattuk meg. Ugye itt közös problémáink merültek föl, a vízrendszer elavultsága, az urnakertnek a kérdése. Én azt gondolom azonban, hogy itt is egy bizonyos sorrendiséget kell tartanunk. A legfontosabb és a kapuvári emberek szempontjából felénk irányuló elvárásnak én azt gondolom a legfontosabb dolgával megvagyunk, ez pedig a kápolna felújítása volt. Ez egy nagyon sarkalatos kérdés volt ahhoz, hogy a kapuvári emberek is méltó módon vehessenek búcsút a halottaiktól. A képviselőtestület további napirendi pontjai között, mint említettem, elsősorban technikai kérdésekkel foglalkoztunk, viszont a ülés végén hadd mondjam, hogy jó pár közbeszerzési eljárást indítottunk, hála a jó Istennek, közelítőleg 500 millió forint az a nagyságrend, amelyben, ez nem egy természetesen, amelyben kivitelezési munkákra közbeszerzési eljárás fog indulni a városba. Ezek közül lehet felsorolni néhány? Természetesen. Talán a legfontosabbakat és a teljesítés igénye nélkül. Tovább folytatjuk a kerékpáros út beruházásunkat, ugye amelyel eljutottunk a városközpont összekötő kerékpáros úttal a Fehérházig, onnan indulunk tovább a Pácai Pál általános iskola irányában, aztán tovább a Zöldfasorig, és hadd mondjam, hiszen ez talán ez a legfontosabb dolog, hogy ennek a projektnek a keretében fog megvalósulni a
régóta vágyott már a kapuváriak által, valóban régóta vágyott már a Gartai templomnál egy gyalogos átkelőhely kiépítése, és a postánál lévő gyalogos átkelő kiépítése. Ugye mindig olyan, kicsit olyan tévhiedelmek vannak ezekkel a gyalogos átkelőkkel kapcsolatban, mert mindenki úgy képzeli el, hogy fogja Józsi bácsi egy vödör meszet, aztán kimegy és fölmeszeli, hogy itt zebra van. Na nem így történik az egész, ez egy nagyon komoly tervezési munka előzi meg, forgalomtechnikai dolgokat kell kiviteleznünk. Csak nagyságrendet hadd mondjak, például a postánál lévő gyalog átkelő helyünknek a értéke körülbelül 16-20 millió forint nagyságrendű, annak a kivitelezése. Természetesen ebben már ugye a közvilágítás, ottani átalakítása is beleértendő. Hadd mondjam a Pácai Pál iskola felújítását, ugye ez az óvodaiskolai programunk felújításának a következő állomása, ráfér már az intézményre, hogy megújuljon. Aztán a testületülésen is még ugye a Pácai galériát mondtam, amit a Várkert várfal mögötti részén fog megvalósulni, hiszen Kapuvár város önkormányzata egy felbecsülhetetlen értékű kincsen rendelkezik, ugye a Pácai örökséggel, amely most jelen pillanatban elég méltatlan helyen megfelelő, de méltatlan helyen van. Ennek szeretnék mindenképpen a nagy közönség számára is egy látogatható kiállítóteret létrehozni. Köszönöm szépen.